meccs után én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó helyzet, hogy mi 10 ponttal állunk. Szerintem ennél többet nem is nagyon remélhetünk, hogyha ha reálisan nézzük a helyzetet és a csoport ellenfeleinket. Amióta te 2022 végén bekerültél a kapuba, azóta gyakorlatilag nem kapott ki a magyar válogatott. Mi az, amit itt Telkiben hozzátesztek pluszt, amit mi nem látunk? Hogyan működik a védelem, a védekezés? Már a csapat tetejétől kezdve gyakorlatilag egy nagyon komoly munka van ebbe beletéve. Ez egy nagyon jól kitalált, megszervezett rendszer, és ebben mindenki tudja a feladatát, azt, hogy adott szituációban tőle mit követel meg a kapitány. A játékosok is tudják a másikról, hogy nekik hol kell lenniük, ezáltal ez azt gondolom, hogy ad egy biztonságot és egy magabiztosságot, és azt gondolom, azért ennek is köszönhető az, hogy tényleg itt az elmúlt mérkőzéseken kevés gólt is kaptunk, illetve kevés helyzetet engedtünk az ellenfeleknek. Egy lehetőség, Dibusz! Óriási védés volt! Te is úgy nőttél föl gyakorlatilag, hogy egyáltalán nem volt természetes az, hogy a magyar válogatott ott van az Európa-bajnokságon. Most meg érdekes, hogy mennyire más most már talán a közvélemény, és elsősorban a legfiatalabbaknak a hozzáállása ehhez a csapathoz. Látható, hogy van egy út, ami végigjárható, és ami működőképes, és nyilvánvalóan ez fogja remélhetőleg magával hozni a nagyobb merítési lehetőséget, és azt, hogy a fiatalok adott esetben a foci felé veszik az irányt, vagy nem térnek le az útról, és kitartóan küzdenek az álmaikért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amellett nyilván, hogy az eredmények szépek, és nyilván ez nekünk egy nagyon jó visszaigazolás, hogy jó munkát végzünk, de talán ez a legnagyobb értéke ennek a sikernek, meg ennek az elmúlt jó néhány évnek, hogy egy olyan perspektívát tudunk nyújtani a fiataloknak, a gyerekeknek, amiért érdemes nekik nap mint nap dolgozni.